Egyrészt igen, másrészt pedig most nem fogok kifejezetten nagyon mély tudományos konzekvenciákat levonni, lehet így fogalmazni, hanem inkább érdekességeket fogok mutatni, remélem lesz benne újdonság, jó pár kép lesz érdekes témákról. Ugye, hogy a címben látható, extrém kutatómunka extrém helyeken, tehát igazából ez most egy bemutató lenne, hogy milyen érdekes helyszínek vannak, ahova az őrült kutatók ugye valamiért szeretnek elmenni, bár nagyon nehéz odajutni, valahogy megoldják, hogy aztán ott szenvedjenek egy kicsit. Ezt a Mars analóg vagy Mars analógia témakörnek lehetne hívni, ami azt jelenti, ugye mindenki tudja nagyjából, hogy a Marshoz valamilyen szempontból hasonló dolgokat vizsgálunk itt a Földön, mert az itt van, a Mars meg ugye messze. Három témakörbe lehetne ezeket osztani, legalábbis én így osztottam bele. Az egyik a klasszikus tudományos kísérletek, főleg geológia, biológia, meteorológia, amiről itt fogok beszélni. A másik az űrszondák és detektoraik tesztelése, tehát ez a műszaki vonatkozás. A harmadik pedig egy nagyon távolba mutató valami, az emberes marsutazás előkészítése, ami egy nagyon-nagyon távoli dolog, most már látjuk, egyre távolabbi, ha lehet így fogalmazni. Ugye itt a fő gond most már az, hogy a politikusok átlagos élettartama az ugye rövidebb, mint amennyi a marsutazás előkészítéséhez szükséges, és ez egy elég ilyen kilátástalan helyzetet látszik okozni. De majd meglátjuk, lehet, hogy azért szép lesz a jövő. Ilyen érdekes helyszíneket a Földön sokféle szempontból lehet összeszedni. Lehet azt mondani egy helyszínre, hogy ez érdekes, ilyen szempontból, mert ott valaki valamit csinált, de lehet olyat is venni, amelyik ahol rendszeresen dolgoznak. Itt a kettőnek egy kis keveréke van, én hoztam jó pár érdekességet. Van az Europlanet nevű H2020-as projektnek a helyszínei, vannak a NASA-nak helyszínei, vannak a Mars Society nevű, hát mondjuk amerikai, nem csillagászati, hanem egyéb MCL-nek a dolgai, ami szintén egy civil szervezet, csak a miénknél azért nagyobb. És még egyéb programok is voltak. Illetve igyekeztem úgy összeválogatni a dolgokat, hogy saját képeket hozzak különböző helyszínekről, mert hogy az jó pofa, meg én is akkor tudok néhány egyedi dolgot mondani. Tehát először arról beszélnék, hogy milyen fajta dolgokat lehet ezeken a helyszíneken vizsgálni, és hogy azt nagyjából hogyan csinálják, csak röviden. Most néhány konkrét példa következik, tehát mind, aminek van valamilyen Mars relevanciája, mindenféle logikai sorrend nélkül, tehát először tudományos példák jönnek, tudományos célpontokról. Itt az egyik képen, itt látszanak ezek a fehér foltok, amelyek nem véletlenül vannak kb. Egy magasságban egymáshoz viszonyítva. Ez az MDRS nevű amerikai Mars analóg bázison készült ez a felvétel, és ezek különböző sókiválások, amelyek a felszín alatt szivárgott vizekből azoknak felszínre bukkanása és aztán lefolyása meg elpárolgása után maradtak vissza. Azért vannak itt egy adott színben, mert itt bukkant ki a felszín alatti víz. Ez egy példa. Itt más példák, ez Dél-Spanyolországba járunk, Tabernas sivatag, itt októberben voltunk. Itt nagyon érdekes sókiválások vannak, igen nagy területen. Úgy értem, igen szépen folyamatosan, nem így. Itt igazából még nem sikerült kitalálni, hogy pontosan mi ennek az oka, hogy pont itt válik ki a só, valami a vízzel kapcsolatos, hogy valamiért a víz szereti ezeket a rétegeket, például mert ezek porózusak és nagyon jól beszívják a vizet. Ez egy lehetőség. Ez meg az Atacama sivatagból olyan 5200 méter magasról van, ahol egy üreg volt. Itt jégcsapok vannak az üregben, ami érdekes, mert Atacama sivatagról van szó, csak hogy nagyon hideg is van, ezért tud megmaradni. Az üreg falán pedig valamiből vízpárával kapcsolatban gipsz kiválás történt. Ezt ilyen kriogén gipsznek nevezik. 0 fok alatt válik ki feltehetőleg ilyen mikroszkópikus skálajú pára réteggel kapcsolatban. Ugye miért mutattam ezeket? Azért, mert tulajdonképpen ugye víz van, vagy víz volt, de aztán beszáradt. Vagy nagyon kis mennyiségben van, de valahogy kivált, vagy eltűnt, és ami utána visszamaradt, azok a különböző vízben oldott anyagok, ugye különböző sókiválások, mondjuk egyszerűen fogalmazva. És hát úgy néz ki, hogy az egész Mars felszíne gyakorlatilag egy sókiválás. Tehát a Mars tele van, az egész felszíne, kivéve, hogy jég van a közvetlen a felszínen, tele is tele van különböző sókiválásoknak a termékeivel.
Egy másik népszerű téma az ilyen földi analóg helyszíneken, az a folyékony víz előfordulásának az elemzése. Ugye a Marson vannak különböző fiatal vízfolyásnyomok, amelyek úgy néz ki, hogy olvadó hóból, jégből táplálkoztak. Ilyenek a Földön is vannak. Ez megint csak az Atacama sivatagból van, egy magas hegyi területről, ahol itt látszik egy kis kivágott részlet, ahol a felszín alatt hó van, amit por, meg ilyen durva, ilyen homok szemcsemére tartományú durva szabálytalan vulkáni törmelék borít. Ilyen, úgymond, rétegzés több helyen is előfordul, akár szendvics jelleggel, tehát hó, por, hó, por, hó, por, illetve por, meg egyéb törmelék. Ahol ez kibukkan a felszínre, mondjuk egy omlás miatt, vagy valami egyéb okból, ezt még nem sikerült kitalálni, miért, ott megolvad a jég, és folyik a víz, néhol megfagy, ez itt jég mind, de már közvetlenül vízből megfagyott jég, tehát nem hó, hanem vízből megfagyott jég, de alatta néhol szivárog a víz. Ez nagyon praktikus helyszín, ugye egy tipikusan lehet jól vizsgálni, hogy a Marshoz hasonló folyamatok, ugye valahogy kicsapódik a H2O, megfagy, aztán valamiért megolvad, hogy ez miként működik. Itt egyébként egyszerűen arról lehet szó, ezt több helyen is találtuk már idén februárban, hogy gyakorlatilag időnként a helyi télen, amikor ott senki nincsen, és ember nem mer oda menni, meg nem is nagyon lehet fizikailag, akkor időnként ugye hó rakódik le, és az erős szelek néha elég gyorsan több centiméter vastag törmeléket borítanak rá. Aztán esetleg megijő hó, megint jön a törmelék, aztán el is megy néha. Mert a szél az iszonyú intenzíven visz mindent, és ezért már nyáron ott nagyon nagy a szárazság, amikor kicsit enyhébb idő van, és nappal 0 fok fölé emelkedik. Ennek ellenére, mivel port akarja, ezért sokáig konzerválódik a H2O fagyott formában. Ugyanezt feltételezik ugye a Marson is nagyon sok helyszínre. Ez ugyanarra további példa, ez ugyanaz a kép. Itt vannak ezek a folyásnyomok, és ezeknek a falán, ha az ember megnézi, bizony kibukkan, ott van a hó a felszíni törmelék alatt, ami vulkáni törmelék, ez egy magas vulkánnak a lejtője gyakorlatilag. Ezt a képet már lesznek ismerős képek, mert már ugye mutattam korábbról. Ez, ja igen, mert PDF-be vagy konvertáltam, ezért elfelejtett animálódni, mindegy. Igazából egy érdekes kutatási téma a felszíni változások vizsgálata, ugye. A Marsra ránézünk, akkor azt látjuk, hogy eléggé inaktív, tehát nem sok mindent csinál, de azért a szél fúj rajta, és változik mondjuk az albedó, meg a pornak az eloszlása, néha kipcsapódik a H2O, néha elszublimál. Tehát vannak valamiféle változások, de nagyon nehéz megbecsülni azt, hogyha mondjuk a Marson valahol találok egy szikladarabot a felszínen, akkor az mondjuk mióta van ott. Nagyságrendileg. Tehát ott van mondjuk 100 éve, vagy 100 000 éve, vagy 100 millió éve, mert mindegyik lehet. Nem tudni igazából. Ezért érdemes praktikus a földi ilyen extrém száraz helyszíneket is kutatni, hogy ott mondjuk mennyi idő alatt történik változás. Itt most sajnos elnézést nem animálódik ez a dolog. Itt úgy emlékszem, ez néhány év alatt, 2 év különbséggel készült felvételeket mutat. Itt annyi volt, hogy 1-2 kőzet lebillent. Ezt ugye több részletesebben, tüzetesebben kell monitorozni. Meteorológiai mérések, ugye száraz helyszín van, nagyon erős a kitettség mind a szélnek, mind a napfénynek. Ugye a szárazság azt jelent, azért fontos, mert ugye száraz a felszín, és száraz a levegő, tehát kicsi a hőtehetetlenség. Gyorsan melegszik, gyorsan hűl. Ugye ahol nedves, hát ott tartja az egész a korábbi állapotát, mondjuk itt nálunk közepes földrajzi szélessége Magyarországon, viszont itt nem. Tehát, hogyha mondjuk éjszaka van, akkor nagyon lehűl, ha nappal van, nagyon fölmelegszik, ezt tudjuk a földi sivatagokból. Ilyen szempontból fontos, hasznos a meteorológiai méréseknek az elemzése, végzése, ami azt tudja megmutatni, hogy tényleg milyen sebességgel és milyen ütemben növekszik vagy csökken a hőmérséklet, hogy mekkora mondjuk a napi hőingás, vagy hogy ez milyen szeleket gerjeszt. Itt vannak például a különböző mélységben elhelyezett és felszín fölött különböző magasságban is elhelyezett mély hőmérséklet mérőknek az adatsora, napi ciklus, hogy éjszaka lehűl, nappal meg fölmelegszik. Hogy ez hogyan megy gyakorlatilag. Ezt a földi sivatagokban nagyon jól lehet elemezni.
ha ledugjuk a hőmérőket a felszín alá, mint például azt a kollégák teszik az Atacama sivatagban jó pár éve, akkor ott a felszín alatt időnként vagy helyenként előforduló jégnek is lehet monitorozni a hőmérséklet változását, hogy ez mennyire tompítja a napi hőingást, akár csak a Marson. Biológiai kísérletek, ezek is végezhetők, nagyon fontos megfigyelések és felismerések történtek ugye ezzel kapcsolatban. Ugye azt nem tudjuk, hogy a Marson van-e vagy volt-e valaha élet, viszont azt tudjuk, hogy a Földön vannak olyan extrém élőlények, főleg mikrobák, amelyek némely esetben nem kizárt, hogy a Mars felszíni körülményeket is túlélnék. Ezt nagyon nehéz mindig megmondani azért, mert a Mars nagyon extrém helyszín, és igazából elég rosszak az esélyek, de az egyik ilyen lehetőség, a perspektívikus lehetőség a Földön, az a kőzetek felszíni málláskérgében bent lévő apró baktériumoknak a, itt van néhány elektromikroszkópos képen, apró baktériumnak az baktériumoknak az élettevékenysége, amelyek benne vannak magában ebben a mállási kérekben, ami egy kicsit védi őket a széltől, az UV-sugárzástól, meg tartja vissza az esetleg éjszaka kivált vízpárát. Ez egy friss kép, ez idén októberben készült, akkor a Tabernas sivatagban, én végül csak egyszer voltam a végén, az egész kísérletnek a végén, ez az ExoMars 2020 nevű rovernek egy földi tesztpéldánya. Látszik, hogy ez tulajdonképpen nem olyan picike, tehát egy kicsit nagyobb talán, mint a Spirit meg az Opportunity, egy picit, viszont sokkal kisebb, mint a Curiosity, az mondjuk én ekkora lenne. Tehát az nagy. Ez gyakorlatilag egy földi tesztpéldány, és most ezzel áttértünk a technológiai vonatkozású kísérletekre, amiket ott lehet végezni. Itt most két mérnök fickó éppen szenved, emlékszem erre, itt nagyon nevetgéltek, meg minden, mert nem csinált semmit a rover, hiába szenvedtek szegények. Itt a nagy része gyakorlatilag egy szimulációs rover, tehát nem ez fog a Marsra menni, de ehhez hasonló fog. Igazából ami itt a vizsgálat célja volt, hogy a kamerával földeríti, lefotózza maga körül a környezetét, ebből összeállít valamiféle modellt, ugye a memóriájában, és ebben a modellben próbálja magát elhelyezni, illetve kitalálni, hogyha valahova el akar menni, akkor hogy lenne érdemes. Tehát ez ide-oda mozgott, legurult a rámpáról, az most nem látszik, lehet, hogy van itt még kép, igen, az nem látszik, innen erről legurult, ide-oda ment, igazából itt ezek a nyomok, ezek nem azt mutatják, hogy ő milyen aktív volt, hanem valószínűleg itt máskor ilyen autók meg cross motorosok vannak, sajnos ilyen helyeken előfordul. De itt van maga a rover, és itt vannak emberek, néhányan, illetve hát ketten, és maga az egész csapat az itt volt hátul, ezekben a három nagy sátor volt, vagy inkább négy, mintha itt is lett volna még egy, és ott voltak gyakorlatilag, ott voltak a kutatók, a mérnökök, mindannyian ott voltunk, amikor, főleg akkor, amikor a rover ugye vizsgálódott, és készítette a panoráma felvételeket, mert ugye nehogy már valaki rajta maradjon, ennek ugye így kellett lennie, sőt, az egyik kolléganő, a Susan, az miután járkáltunk, utána mondta, hogy ő állította össze a képeket, és tudja, hogy mi látszik rajta, úgyhogy néhol a lábnyomokat elsöpörgette, mondta, hogy a lusta Photoshoppal utólag mahinálni, úgyhogy ez ilyen trükközés, de igazából ugye az volt a lényeg, hogy a rover az működik, legalábbis ez a mechanizmus, hogy tájékozódik, célpontot választ ki, oda megy, stb. Ez működik, plusz az is lényeg, hogy innen keresztül egy másik ország, már elfejtettem, hol volt, földi központtal történt a rádió oda-vissza kapcsolatok tesztelése, hogy ők hogy látják azt, amikor ez valamit csinál, hogy tudnak visszaüzengetni. Én meg egy ilyen olyan műszert vittem, erről is beszéltem már, amivel a furatlyukakat szkenneltem be, hogy néz ki a felszín alatt, mert ilyet is fog csinálni az ExoMarson, nem veszi ki majd a mintát. Kétszer is volt olyan vicces helyzet, hogy én éppen dolgoztam, és akkor jött az egyik fickó, már nem tudom melyik, és hogy mindjárt kezdődik a panoráma, tessék szaladni, úgyhogy gyorsan be kell bújni ide a domb mögé. Ami nehéz, mert az ember mindent fölkap, stb. Ez egy régebbi fotó, ez az USA Utah államából, ez egy elég szép vidék, a filmekből ugye ismerhetjük, ez a Grand Canyon környéke, bár nem pont az,
ugye ez kicsit Nevada, de ez is egy nagyon szép ilyen száraz terület, ahol ugye a legérdekesebb rétegsorok azok általában azok, amik függőlegesek, ott nem kell ásni, csak egy függőleges falon ugye elég veszélyes mászni, a földön pláne, Marson is valószínűleg elég nehéz. Egyszerűbb, ha az ember mondjuk először földeríti egy ilyen kamerával, amit egy ilyen kis apró eszközön leereszt például, és akkor ezzel le lehet fotózni, meg lehet filmen örökíteni, hogy milyen a rétegsor lefele, mert visszafele jövet, és akkor az ember kitalálja, hogy na, hogy tényleg érdemes-e valamit csinálni. Elméletileg hasonlóra is szükség lehet majd egyszer talán a Marson. Akkor még példa műszerek használatára, előbb beszéltem erről a Furatjuk-szkennelő berendezésről, egy másik, aminek egy egyszerű példányát, egy sokkal-sokkal egyszerűbb változatát vittem az Atakama-sivatagba, az egy pára és hőmérsékletmérő berendezés, illetve ilyen detektor, ebből helyeztem el különböző helyeken összesen 10-et, abból 3 aztán kiderült, hogy tönkrement, de a többinek a adata használható volt. Igazából, ha jól emlékszem, igen, a kék görbék a földi adatot mutatják, a piros, nem, hogy van ez? Nem, bocsánat. A sima folyamatos görbe a földi adat, a szaggatott pedig a marsi adat. Igen, így jó. Ezek napi ciklusok, ugye itt van éjszaka, itt meg nappal. Bal oldalt éjszaka, jobb oldalt nappal. Ugye, ahogy csökken a hőmérséklet este, mondjuk a Marson, aztán napfelkelte van, akkor fölmegy helyi délbe, aztán megint lemegy. Itt pedig ugyanez látszik a Földön, hát természetes, hogy azért itt tompított a görbe. Ugye éjszaka nem tud olyan alacsonyra lemenni, mondjuk itt speciál ilyen mínusz néhány fok környékén volt. A Marson ugye mínusz 80-90-100 fokig is akár lehűl, de ami nekünk ért éjszaka, itt mondjuk csak mínusz 80, de az is sok, vagy kevés. Ami nekünk érdekes, az az éjszakai páratartalom görbe, az a kék. Tehát a kék a páratartalom, a piros a hőmérséklet, bal oldalt meg jobb oldalt van ezeknek a skálája. Ez mutatja, hogy amikor éjszaka lehűl, akkor a páratartalom fölmegy, a relatív nedvesség tartalom, mert ugye a levegő kevesebb párát tud megtartani magával, és elvileg akár ki is csapódik. Na, hogy ez hogyan történik? Mondjuk egy ilyen vidéken, mint az Atakama-sivatagnak egy magas hegyi része, 5000 méter felett, ez nagyon sok érdekességet mutat, például arra rámutatott, hogy éjszaka nagyon erős fluktuáció van, ezt nem nagyon várták, vagy tehát nem nagyon vártunk ilyesmit, gyakorlatilag ez feltetőleg abból adódik, hogy a szél néhol melegebb, meg kicsit hidegebb levegőt fúj az adott területre. Ez a Marson is így lehet, a korábbi modellgörbék, ugye ezzel nem számoltak, ezek csak durva modellek, pedig ez az ingadozás, ez bizony befolyásolni fogja a műszert, sőt, akár a H2O kiválásnak a folyamatát is, ami fontos a víz esetleges előfordulásának megértéséhez. Milyen egyéb jópofa technológiai teszteket lehet végezni? Van egy híres csapat, vagy egy ilyen program, a Desert Rats, ugye a sivatagi patkányok, ezt valamiért szeretik az amerikaiak, ezt a vicces nevet, ők minden év szeptemberében, már azt hiszem 2003, vagy akár 1990 valamikortól, minden év szeptemberében mennek egy ilyen kb. Kéthetes kampányra, vagy hogy mondják, ahol mindenféle hold és mars felszíni, főleg tervezett eszközöket, műszereket, járműveket, stb. Tesztelnek. Aki rákeres az interneten, az nagyon jópofa képeket meg videókat tud találni. Tehát itt tényleg rendkívül extrém dolgokat lehet megfigyelni. Tesztelnek különböző űrruhában használható munkamódszereket, illetve mobilegységeket, meg lakóegységeket. Ez mondjuk a kettő keveréke is akár. Itt is. Egész ilyen extra dolgokkal lehet találkozni, ha az ember mondjuk pont akkor jár arra Amerikába. Azért itt is látszik, van egy kis fű, ugye ez a Marson nem nagyon van, de az tájkép azért eléggé hasonló. Itt ugye tulajdonképpen azt használják ki, hogy nagyon száraz, nagyon extrém, kietlen a vidék. Egy ilyen vidéken hogy lehet mozogni, hogy lehet különböző műszereket használni, hogyan lehet ide-oda szállítani az eszközöket, és így tovább. Mi az optimális? Ugye ezt meg lehetne csinálni laborban is, de az mégiscsak más. Azért a laborban
mire az ember csinálna egy jó nagy terepasztalt, ami annyira egyenetlen, meg fúj a szél és fúj a port, szóval ezeket mind az élő életben azért hasznosabb, praktikusabb kipróbálni. A harmadik nagy téma az emberes expedíció előkészítése. Itt sok érdekesség zajlik. Itt a legfurcsább az, hogy gyakorlatilag az emberes expedíciók előkészítése az tulajdonképpen ilyen önkéntes, civil alapon működik. Tehát általában ezeket olyan a legtöbb ilyen projektet olyan szervezet folytatja, amelyik elhatározta, hogy ő pedig valami segíteni akar, hogy az ember eljusson a Marsra ezzel a módszerrel. Lehet, tehát ritkában vannak ezen belül is államilag támogatott projektek, de ez így gyakori. Tehát itt a civil aktivitás itt valamiért nagyon gyakori, és vannak ilyen őrült elszántak, akik ugye fönntartanak különböző helyen mindenféle bázisokat, és ott például azt tesztelik, hogy mondjuk hogyan lehet növényzetet, vagy mondjuk élelmiszer termelni, az azt hiszem répa, ez meg retek, ez meg nem magyaró, de mindegy. Ezek nagyon picik, ilyen elég rondák, nálam szóval ilyen bénák, kicsi apró dolgok voltak, ez egy kéthetes turnus végén született valami aratás, nem is tudom, hogy megettük, vagy nem, én már nem emlékszem. Ja, mert én nem is voltam ott a második héten, mert akkor el kellett utaznom, mindegy. Ugye, tehát van egy ötlet, mint a filmben, hogy a Mars utazók termesztenek maguknak valamiféle élelmiszert, hogy ennek mekkora realitása, meg a haszna, ezen még vitatkoznak, de úgymond a gazdasági számítások arra utalnak, hogy ha van néhány olyan egyszerű táplálék, amit tényleg meg lehet termelni, akár még a krumplinál is egyszerűbb, úgymond, tehát leginkább ilyen algafélék, meg ilyesmik, azokat megéri használni, mert a belőlük, a segítségükre megtakarított tömeg, az úgymond kifizetődik. Tehát lehet vinni, mit tudom én, 5000 konzervet is, de az nehezebb, és azért drágább, mint ez. De nézőpont kérdés. A másik, ami talán még fontosabb, ez a különböző veszélyes, bakteriális szennyeződések és egyebek, ugyanis itt ezen a kísérleten csak egy nagyon-nagyon light, enyhe formában volt ez tulajdonképpen kipróbálva, tehát nem úgy, mint ahogy a valóságban várható. Ilyen probléma az űrállomásokon például előfordulhat, nemrég volt is valami ilyesmi, csak már elfelejtettem, nem olyan régen, hogy gyakorlatilag van egy zárt tér, ahol vannak emberek, meg vannak mindenféle mikrobák, mindenkinek a saját baktériumot van. Ezek, ha be vannak így zárva, és adunk nekik időt, meg ugye van fény, meg levegő, meg víz, akkor bizony ezek elkezdenek alakulni, és nem feltétlenül mindig olyan irányba, hogy az ember egészségét segítsék. Szóval ezt is lehet tesztelni egyszerűbb formában. Hogy az űrruhákat is tesztelik különböző egyszerű változatokban, ezek nem rendes, igazi űrruhák, hanem vászonból készült űrruhák, tehát lehet varni őket. A Mónika, Borosolá Mónika, amikor ott voltunk köspecia, varta a ruhákat, mert borzasztó állapotban voltak. De az ember mindenféle olyan műszert vihet magával, akaszthat magára, és próbálhatja ki a terepen, amihez hasonló tényleg használnak vagy a geológusok, vagy majd esetleg a Mars felszíni kutatók, amit ugye vinni kell, meg használni kell, meg néha el kell rakni, meg néha koszos lesz, meg stb. Tehát ezeknek a használata az egy kicsit sajátos módszereket igényel. Itt mondom, leginkább ezt úgy kell elképzelni, mint vannak ilyen partizán akciók, hogy kitalálják, hogy ő most vizsgálja, mit tudom én, az űrruhába, hogy lehet ezt csinálni. És akkor ő vizsgálja ezt, és akkor jó esetben ír ebből egy cikket. Aztán egy másik partizán egy másik dolgot vizsgál, és igazából ezek a különböző projektek, ezek még ugye nem érnek össze, messze nem érnek össze, de talán hozzátesznek valamit ahhoz, ha majd egyszer tényleg arra kerül sor, hogy mit csinál az ember, hogyha megbotlik a Marson, stb. A különböző geológiai alakzatok, ugye mekkora méretűek, mennyi idő kell, hogy elérjen, vagy hogy keresztül sétáljak rajta, és hogy melyiket érdemes gyalog elérni, melyikhez érdemes járművel menni, és ott mondjuk, ha van egy időm, van mondjuk egy órám, vagy két órám, akkor mennyi munkát tudok elvégezni. Tehát igazából ez egy nagyon-nagyon szertágazó témakör. Itt most néhány kép a Földről, itt van a lakóegység, de elmentünk, aztán vissza, és ez mennyi időbe telik, és mit tudunk csinálni, és ott mik látszanak, mennyi féle megfigyelés végezhető, és ha mindezt extrapoláljuk a Marsra,
akkor kb. Ott mekkora távolság járható be mondjuk egy ilyen félnapos út alatt, ha hasonló kis járművei lennének valakiknek. És akkor most jön a harmadik nagy témakör, elnézést, valószínűleg nem fogom kitölteni a teljes órát, de talán ez így is azért hasznos lesz. Az, hogy milyen fajta érdekes helyszínek vannak, hát ez a legizgalmasabb olyan szempontból, hogy tényleg itt nagyon egzotikus, különleges helyeken lehet furcsa vizsgálatokat végezni. Itt mondjuk a korábbi fontosak, amiket mondtam, az Europlanetnek van egy ilyen úgynevezett transnational access, ez a neve, tehát transnacionális nemzetek közi ilyen kutatási lehetőség, amelynek keretében ők elég sok helyszínt tartanak fenn. Az egyik legújabb az a Danakil mélyedés itt, ahol egy ilyen utóvulkáni terület van, ez ugye ott van a Afar háromszögben, ott azon a területen, ahol egykor Afrika megpróbált úgymond ketté válni ott az araboktól, aztán hogy mi történik most, az egy más kérdés. De itt egy ilyen nagyon érdekes utóvulkáni, meg vulkáni tevékenységgel érintett terület van, ahol extrém életformák jellemzőek, meg ott egyébként, ott igazából az expedíciók, ott nem voltam, nem tudom, hogy akarok-e menni, mert ott az expedíciók most úgy zajlanak, ugye, hogy egybe van az egész csapat, tehát nem az, hogy jön mondjuk 4-5 magyar kutató, aztán jövő héten jön mondjuk 4-5 angol kutató, hanem egybe van mindenki, mert az egész csapatot ugye katonák védik, mert ott Etiópiában ott azért nem túl biztonságos a helyzet, úgyhogy ilyen fajta dologra is figyelni kell. Tunézia, rosszul írtam, nem Tunézia, hanem Marokkó, majd fogok arról is képet mutatni, Izland, itt van néhány ezekből, ez egy marokkói kép, ezek nagyon érdekes ilyen iszapvulkános képződmények, ez a Rio Tinto, a Tinto folyó, aminek a különleges pH-ja és a benne oldott vasvegyületek miatt elég ijesztő színe van. Itt egyébként, amikor itt voltunk, akkor előző nap két napig esett az eső, vagy valami, és mondták, hogy hát kihigult, ez nagyon gyenge szín, hogy ennél sokkal élénkebb vörös maga a folyó, a patak. Hát ez patak rész, ez ott a kis vízhozamú felső szakasz. Tehát egy nagyon élénk vörös színű, ennél sokkal élénkebb, amilyen élesbe, úgymond, amikor igazán érdekes szint mutat az egész. Izland is egy fontos helyszín. Ezt, ha jól emlékszem, ezt nem én csináltam a fotót, ez Izlandról, Izlandon van, egy ilyen kibukkanó jég alatti patak gyakorlatilag, ami potenciálisan megint egy nagyon érdekes marsalológia, ez pedig egy lávabarlang szintén Izlandon, ami érdekes benne, hogy itt van a bejárata, egyébként nem sokat láttunk, nagyon nem volt túl szerencsés a szervezés, mert igazából végig kellett küzdeni magunkat egy fél órát, aztán visszaküzdeni még egy fél órát, és ennyi volt, mindenki teljesen leizzadt, és aztán kész. Úgyhogy nem volt túl hatékony, viszont nagyon azért néhány dolog, csak úgy meg lehetett nézni néhány dolgot, nem volt komoly munka itt. Ez például, amin itt néhány ember áldogál, üldögél, ez, ami föntről látszik, ez egy hókupac. Ami télen beleesett, és meg is maradt. Ugye Izlandra nyáron megy az ember, már igazából télen is lehet, és nagyon jó az idő télen, és minden olcsóbb sokkal. De nyáron divatos, és ez is akkor volt. A Marson is elképzelhetőek ilyenek, az a lényeg, hogyha van valahol egy mélyedés, akkor az oda bejutott jég vagy hó, az sokáig meg tud maradni, nagyon sokáig akár a Marson, ha nem szublimál a légkörből, a légkör révén, a légkörbe, úgymond, ami azért képzelhető el, mert még hogyha nappal ugye szárazság is van, meg meleg is van, meleg, valamennyire emelkedett hőmérséklet, ugye ide nem nagyon süt be a nap. Tehát a Marson lévő lávabarlangok is ilyen szempontból érdekesek lehetnek. Tunézia ugye természetesen a sivatagos adottságai miatt egy nagyon jó helyszín. Itt vannak szintén egy nagy kiszáradt sóstavak. Ez a Schotter-Gerid, ez egy elég nagy, időszakosan vízzel borított terület. Ha valaki a Google Earth-en vagy Google Maps-en elkezdi nézni Tunéziát, akkor feltűn, nagyon nagy folt, bár autóval a közepén pont megy keresztbe, egyetlen út megy. Ezen szerintem egy óra alatt át lehet menni, de hát az majdnem 100 kilométer, ha az ember nyomja a gázt. Itt van az út egyébként, ott szerintem a Pócs Tamás sétálgat, vagy ilyesmi.
Tehát itt ugye extrém sós környezet vizsgálható, mit csinál a só, milyen másfajta felszínformákat produkál, mint egyéb területek, ez most nem látszik, és természetesen ugye az élet lehetősége miatt fontos, ugye só vizet köt meg, és benne baktériumok élhetnek. Itt van például egy jó nagy gipszes sótömb, aminek a belsejében tel is tele volt a belseje mindenféle apró kis zöld mikróbával. Ezeket az ember összegyűjti, és aztán itthon elemzi. Ez egy marokkói helyszín. A tájkép megint csak kinézetében egy picit hasonlít a marsra, bár itt is előbukkanak a növények, de hát megint csak nem ez a lényeg, hanem maga a szárazság. Fontos az ilyen helyszíneken, hogy az ember nem tud bármit biztonságosan csinálni, például bérel egy autót, és elmegy a sivatagba, az nem jó ötlet, mert kell, két autó kell, ugye? Úgyhogy ez volt a mi autónk, ez meg a olasz kollégái, aki egyébként Marokkóban él részben, az év egy részében, és ketten mentünk. GPS is volt, úgyhogy az ember tudott menni, úgymond torony iránt, tényleg a sivatagban, ahol torony iránt mentünk, mert ő mondta, hogy kb. Arra kell menni, és akkor követtük, de út az ugye nem volt, viszont a terep az elég sík volt, és ilyen viszonylag jó helyszíneken lehet haladni. Amíg az ember nem talál mondjuk egy kiszáradt egykori tavat, ami állítólag tó volt, és akkor az ember elkezd ásni, akkor egy idő után megtalálja a leüllepedett agyakos rétegeket, és így tovább. Tehát messze nem csak por meg homok van, amit a sivatagi szél mondjuk szállítani tudna. Ha úgy adódik, akkor le is fúr a felszín alá, lebocsátja megint azt a kis kamerát, amihez hasonló az ExoMars rover fúrásainak a tesztelését segíti, és akkor lehet olyan dolgokat keresni, hogy mi látszik abból, mondjuk, hogy itt egykor folyóvíz áramlott, milyen fajta üledékes képződmények, milyen fajta szemcsék vannak, ebből mit lehet látni, hogyha valaki lefúr oda. Ez most megint visszatérés Amerikába, itt vagyunk Utah államba, Salt Lake City-től kicsit délre, ugye itt van Las Vegas, meg ez itt a Nevada térsége, Nevada állam, stb. Tehát egy ilyen indián filmes helyszín, ha lehet így fogalmazni, egy nagyon-nagyon szép helyszín, száraz. Na ez egy jó példa, ez az MDRS, a Mars Desert Research Station, tehát a sivatagi kutatóállomás. Ez egy tipikus példa arra, hogy ezt az egészet ugye civil szervezet találta ki, építette meg, és gyakorlatilag használja is. Noha az Ames, a NASA Ames intézetéből is egy csomóan közreműködnek ebbe, és néha ők is fizetnek bele, de maga az egész civil kezdeményezésű. Ugye itt kéthetes ciklusokba váltják egymást a legénységek, vannak is terepjárók, vannak ilyen háti életfenntartó egységhez hasonló valamik, üvegház, stb. Gyakorlatilag itt lehet néhány egyszerű dolgot tesztelni, amit valaki mondjuk akar, vagy kutatómunkát végezni, mert a sivatagi terep önmagában is ugye elég érdekes. Itt egyébként már elég sokan jártak tőlünk, azóta is volt, elfelejtettem ideírni, kollega, tehát itt azért a magyarok részvétel az nem rendszeres, de azért nem is olyan nagyon kivételes. Így néz ki a táj, kicsit magasból, itt a fölmegyünk az egyik gerincre. Itt van maga a lakóegység, ami ugye úgy néz ki, mint ahogy elvben majd egy valamikori marsfelszíni emberes állomás talán kinézhet. Igen. És hát a terület nagyon szép. Éjszaka meg nagyon jó, ugye nagyon-nagyon jó az ég, ugye. Közvilágítás abszolút nincs. Bár igazából nincs olyan messze a legközelebbi lakott település, mert az ember autóba ül, akkor Hanksville-be be lehet menni egy olyan fél óra alatt. Nem azért, mert olyan messze van, hanem mert az utakon vezetni azért elég nehéz dolog, és nagyon lassan lehet. Na itt látszik egy éjszakai kép. Van egy obszervatórium is, ami főleg csak ilyen, hát ami nem kifejezetten szimulációs célból készült, hanem azért, hogy ha már ugye ilyen jó egű helyen van egy ilyen érdeklődésű csapat, akkor ezt is kihasználhatják. Ez valami adomány volt valamilyen csillagászati szervezettől, akinek tetszett az ötlet. Elméletileg ugye a Marson lehet ennek némi relevanciája, de nem ilyen obszervatóriumnak, hanem ugye az alapötlet az, hogy a napaktivitást kell figyelni, mert hogyha jön egy, valamilyen filmben is volt ilyesmi, jön egy nagy koronakitörésnek a részecske zápora, akkor ugye az mágneses tér hiányában
eltalálja a bolygót és a felszínt, és az űrhajósok erős sugárdózisnak lesznek esetleg kitéve, kivéve, ha belmennek a, mondjuk a lakóegységbe, vagy még inkább a sugárróvó helyre. És azt hiszem a filmben az volt, bár nem láttam, csak mesélték, hogy elromlott a valamilyen műhold, amelyik szólt volna, hogy közeledik a részecskefelhő, meg valami ilyesmi történt. Nem tudom, talán valaki látta, az jobban emlékszik rá. Jó. Egy hasonló, szintén főleg, vagy jelentős részben civil kezdeményezésű dolog, nagyon hasonlít a másikra, nem véletlenül, ez az FBARS, a Flashline sarkvidéki kutatóállomás. Ugye itt voltunk, ez itt Kanada, tehát itt voltunk lent előbb a Utah államba, most fölmegyünk a sarkvidék környékére, ide a Devon-szigetre, ahol van a Houghton nevű becsapódásos kráter, hát erősen lepusztította már a jég, de azért nagyjából itt van 20 km átmérő, tehát elég nagy. Itt télen ugye non-stop éjszaka van, nagyon hideg, nagyon nagy szél, tehát télen senki nem akar idejönni, bár volt azt hiszem egy legénység legalább, akik azt tesztelték, hogy milyen áttelelni. De elfelejtettem már, hogy mi volt az eredmény, gondolom túlélték. Mert azért, amikor az ember megérkezik repülővel, akkor visz magával egy csomó hordó benzint. És a benzint ugye beletölti az agregátorba, az pedig mindig áramot termel, azzal lehet fűteni, világítani, számítógépen filmet nézni, stb. Stb. Itt egyébként, mint vicc, azért elmondanám, nem tudom, hogy ezt elmondtam-e valaha, de szerintem igen. Itt két nagyon érdekes poén is elcsattant, úgymond, amikor egy hónapot voltunk ott, ez egy távoli hely. Tehát itt ide tényleg nem olyan könnyű eljutni, főleg azért drága, mert az ember, amikor repülőjegyet vesz, akkor a repülőjegy árában benne van az, hogy nem biztos, hogy aznap le tudod szállni. És akkor a plusz napot az fizet, tehát az benne van a repülőjegyben, benne van a visszamenetel egy köztes helyre, ahol van szállás, benne van a szállás, aztán másnap a tovább. Tehát mi nekünk is az volt, oda két lépésbe mentünk vissza, a visszafele jó idő volt. És nagyon szigorú környezetvédelmi szabályok vannak, és egyébként viták is vannak, mert az inuit eszkimók területe ez, akiktől bérlik a szakemberek. Részben itt van egy másik bázis is, csak nem látszik, az a NASA Houghton Project. Az itt van, a kettő egymástól, mit tudom én, egy kilométerre van. De nem tudom pontosan mi a háttér, de nincs, akkor nem volt a legjobb viszony a őslakosokkal meg a kutatók között. Itt senki nincsen, tehát egy eszkimó nem téved erre, mert az eszkimó az normális, tehát tudja, hogy ide nem jön, semmi értelme. De jogilag ugye mégis ott vannak a kutatók, és hogy mit csinálnak, hogy azért vigyázni kell a területre, ezért gyakorlatilag mindenféle szemetet el kell szállítani onnan, amit az ember ott hagy. Tehát semmit nem szabad. Ha így menne minden hegymászásnál, akkor tényleg szépek maradnának a hegyek, állítólag a Himalája is már tele van bizonyos utak szeméttel. Na mindegy, a slusszpoén az volt, hogy annyira komolyanak vették ezt a környezetvédelmi szabályt, hogy gyakorlatilag mindent el kell vinni, mindent. Tehát minden emberi terméket el kell vinni, amit az ember ott hagyna mondjuk egy hónap után vagy hónap alatt, amit tudjuk, hogy mi a legnagyobb térfogatú folyadék. Ezért a kiürült benzines hordók pont jók arra, hogy az ember beletöltse a dolgot. Ugye így nem alkalmanként, hanem mit tudom én, van egy tartály, a WC alatt, és akkor azt áttöltik a, mit tudom én, hetente vagy valami. És az a vicces dolog történt, hogy ugye itt non-stop nappal van. Tehát mindig nappal van, ugye ilyenkor megy körbe a nap, úgymond az égen. És közben szél is fúj, hideg van, stb. És ugye, mint egy filmben, ugye vannak a benzines hordók, vannak az üres hordók, és vannak a újra töltött hordók. És valaki egyszerűen összekeverte, és az újra töltött hordóból kezdték feltölteni az egyik agregátort, ami ugye nem működik, mert különben olcsó lenne akkor a benzin, ami meg egyszerűbb lenne az autó használata mindenkinek. De azt időben észrevették, meg hát a szélben azért a szag nem olyan gyorsan terjed, vagy nem érzékelően gyorsan, de időben észrevették ezt a dolgot, és akkor átmosták olajjal, mert a mérnök, tehát akkor aludtunk, csak másnap reggel derült ki, hogy a generator helyett urinatort, ugye urin, mint vizelet, azt mondták, hogy na, mi történt éjszaka, működik a generátor, de nem volt ebből semmi baj. A másik vicces poén, ez utólag derült ki, nem is tudom, mi lett az egészből, és valószínűleg semmi, vagy eltussolták, vagy mit tudom én, hogy kétfajta internet kapcsolat volt,
műholdas internetről van szó, tehát az is drága, tulajdonképpen minden drága. Tehát mindent oda kell vinni. A víz, ami egyedül volt, a tiszta vízon, hogy olvad a jég, az nagyon tiszta. De mindent oda kell vinni, ugye vinni kell járművet, vinni kell hordó benzint, vinni kell embereket, ennivalót, mindent. Ennivalót végképp az ugye ott egyáltalán nincsen. Hogy internet kapcsolat pedig műholdon át van, ami megfizethető, de azért nem olcsó. És kétféle internet kapcsolat volt, az egyik egy a szolgáltatótól, az egyik egy időalapú, a másik pedig egy mennyiség alapú. És hogy volt? Nem akarom fordítva mondani, de az a lényeg, hogy össze lett keverve a kettő csatlakozás, vagy kettő port, vagy kettő protokoll, vagy mit tudom én mi, és az volt a lényeg, hogy mennyiség alapúnak látszott a dolog, hogy volt? Az a lényeg, hogy keresztbe volt kötve, tehát azt hittük, hogy az egyik van, és közben a másikra ment a számlázás, úgymond. Tehát valószínűleg csak mi használtuk sokat, és közben nem tudom, de a lényeg, hogy végül jött egy olyan számla, elfelejtettem már, hogy mennyi az összege, de ilyen 100 000 dollár nagyságrendű volt, amit mondták, hogy hát most akkor ezt csöndben maradunk, és ezt nem fogjuk kifizetni, mert itt valami, ez nem működik. Mert valakik, az egyik mérnök, tudom, hogy ki, mindegy, az nem fordítva kötötte be, vagy állította be azt a akármit a számítógépben. Tehát ez egy vicces dolog. Nagyon látványos a táj, a repülőről nézve, gyönyörűen kanyarognak a időszakos vízfolyások, ugye nyáron, nappal, hát nyáron, nappal van főleg, nagyon jól látszik minden ilyesmi. Na ez egy érdekes helyszín, ide nem tudtam még elmenni, úgymond, ha már ilyen saját képeket mutatok, tehát ezek nem saját képek, ide rettentő drága eljutni, ezek a megmurdó szárazvölgyek az Antarktiszon, itt van az Antarktisznak az a rossz jégselfje, vagy hogy mondják, és annak a peremén van itt. Tehát nem messze bent, hanem itt a peremen, de olyan a regionális klímaadottság, hogy nagyon-nagyon száraz a helyszín, de mivel hideg van, ezért időnként ott is megmarad egy ideig ugye azért a hó meg a jég, és ott mindenféle extra dolgok vannak, meg extra vizsgálatokat lehet végezni, például van ez a úgynevezett véres vízesés, aminél a jég alól kiáramló vasoxid miatt speciális a szín, és olyan fajta környezet van, ami egy ilyen vasas oldott alacsony hőmérsékletű vasas oldott anyagot tartalmazó folyadék a Marson is elképzelhető. Vagy ez a Don Juan Pond, Don Juan Tócsa nevű valami, ami igazából nem mély, szerintem a közepén is még kiérne egy ember belőle, csak olyan sűrű kálcium-klorid oldat, hogy mínusz 50 fokon fagycsak meg. És vannak még benne élőlények. Ugye ez elég meglepő. Persze nem úgy, hogy legbelül, meg legmélyebb, hanem valószínűleg itt a felszínén lévő kőzettörmelékkel kevert időszakos jég területén, mert azért itt felül meg tud fagyni, vagy vízkőzet érintkezés mentén. Itt csak egy tájkép, hogy így néz ki. Állítólag rettentő szép, nagyon jó hely, csak hát nagyon-nagyon drága. Egyszer, amikor még a Friedman Imre szegény élt, ő a NASA-nál dolgozott, magyar kutató, nagyon régen ugye kiment, ő mondta, hogy hát ide tervez egy expedíciót, de az 1 000 000 dollár. Nem tudom, hogy ez igaz-e, ez csak egy vicces mondás, de azért szerintem az egy kicsit sok, még extrém helyszínre is. Még egy érdekes helyszín az Atacama-sivatag, erről már beszéltem itt, úgyhogy nem fogok sokat. Az Atacama-sivatagnak elég nagy részén folyik mindenféle érdekes kutatómunka, ahol mi voltunk, ez a Ojos del Salado, ez egy magas vulkán, majdnem 6900 méter magas, a legmagasabb vulkán a Földön, nem működik, de van egy szintén legmagasabb vulkáni tó, vagy az egyik legmagasabb, erről vitatkoznak, mert van egy olyan, amelyik kicsit magasabb, de szinte az inkább tócsa méretű gyakorlatilag. Ennek az az előnye megint, hogy nagyon könnyen elérhető. Tehát könnyen oda lehet jutni, autóval 3-4 órát föl lehet menni, csak nem szabad nagyon magasra 3-4 órát fölmenni, mert utána az ember ugye kipurcan másnap, hanem fokozatosan kell akklimatizációval. Na, itt hát szárazság van, hideg van, erős ultraibolya sugárzás, és nagyon-nagyon erős szél. Van, amikor non-stop fúj a szél, de nagyon erősen, van, amikor meg ugye dél körül, tehát a nap első felében nincs nagy szél, második felében van szél. Most ez nagyon, tehát akkora szél van, hogy ez tényleg nagyon zavaró, nem csak azért minden elrepül,
hanem bármit az ember a szabadban nem nagyon tud csinálni, mert egyszerűen a szél az mindent visz gyakorlatilag. Na most összehasonlítjuk egy kis diagramon, hogy kb. Elnézést, itt nincs feltüntetve az összes helyszín, amiről beszéltem, de ha összehasonlítjuk a különböző helyeket a Földön, az éves átlagos csapadék mennyisége tekintetében, ez milliméter, meg a éves átlagos hőmérséklet tekintetében, akkor nagyjából megvannak ezek a klasszikus területek, hogy mit tudom én, sivatag, vélsivatag, nedves, glaciális, periglaciális, stb. A Földön. A kutató munka az ilyen analóg kutatások, főleg az ilyen száraz, illetve a hideg területeken folynak. Például itt van az Atacama-sivatagnak ez a magas területű része gyakorlatilag. A legtöbb analóg helyszín az kb. Ebben a zónában van. Tehát száraz, de azért nem olyan nagyon hideg. Itt vannak nagyjából, csak egyébként lemaradt, nem értem miért, de lemaradtak az antarktiszi szárazvölgyek. Azok nagyon hidegek és nagyon szárazak. Talán a legjobb, leginkább Marshoz hasonló területeket jelképeznek, és itt a pirossal pedig a Mars. Tehát 60 fokos, 50 fokos, 30 fokos marsrajzi szélességen átlagosan milyenek a viszonyok. Tehát látszik, hogy bármennyire próbálunk a Földön extrém helyszínre menni, az még mindig azért messze-messze nem olyan hideg és nem olyan száraz, mint a Mars. Tehát itt az éves csapadék mennyiség annyira kicsi, hogy rettentő alacsony gyakorlatilag, ha így számoljuk. De azért közelíteni lehet, és a közelítés is nagyon sok érdekes megfigyelést és eredményt adhat. Csak néhány kép, búcsúzóul. Az ilyen száraz helyeken általában, ha van víz, akkor az többnyire nagyon sós. Ez például Laguna Verde, ez egy nagyon sós tó az Atacama-sivatagból. Ez itt az a világos gyűrűszerűség, amit kint van a peremén, az mind megszáradt só gyakorlatilag, sókéreg. És az ember fölfele megy, akkor még inkább egyre marsihoz hasonlóak lesznek a viszonyok már, amennyire ezt így mondhatjuk. Természetesen szerencsére azért ez még mindig itt a Föld, tehát túl lehet élni elég könnyen az ilyen helyszíneket, de az ember fölfele megy, csökken az átlaghőmérséklet, és ugye a légnyomás is, tehát egyre extrémebb lesz az egész. Milyen érdekes, jópofa kép. Itt van egyébként, igen, ez a legmagasabb tó, aminek egyébként az a plusz poénja, ezt csak beraktam, mert megtaláltam az interneten, nincs közünk hozzá, de hogy egy magyar fickó, Tósoki Ernő meg a kollégái, ők merültek le búvárként ebbe a tóba, elsőként a Földön. Tehát ők csinálták a legmagasabb merülést, úgymond a Földön. És a plusz poén, amit már azt nem is nagyon találtam arra a képet, illetve volt egy kép, hogy nem pontosan ez a magasságig, ez nagyon magasan van, de azért 6000 méter környékéig szintén ez a hegy, ez az Atacama-sivatagbeli hegy tartja a rekordot a legmagasabb teherautó úttal vagy utazással. Extrém, nagyon extrém. Rá lehet keresni. Teherautóval van egy ilyen verseny, hogy ki milyen magasra tud menni teherautókkal a Földön. Persze ezek jó teherautók, úgymond, meg extrém a felszerelésünk. Van videó, YouTube-on is van videó. Van videó, mutatják, hogy mennek fölfel, és előtte 3-4 ember rohangál, és viszi el a köveket, vagy próbálja arrébb mozdítani ilyen feszítővasakkal, és általában a Guinness rekord az itt van, hogy 6000 nem tudom hány méterig teherautóval fölmentek, ami egyébként nem csak a terep miatt rekord, hanem szerintem a motort is meg kellett tuningolni, mert a ritka levegő miatt már ott nehéz. Nálunk is úgy volt, mondták a kollégák, én ott nem voltam fönn, ők korábbi években, hogy fölmentek ők a Tehos táborba, közel 6000 méterre is, de ki kellett venni a légszűrőt a motorból, mert már különben nem bírta volna. És hát zárásként néhány ilyen érdekes kép. Ez is egy nagyon fontos, amit a legelején mutattam tulajdonképpen az első képek között valamelyiknél, hogy amikor hó vagy jég van betemetve porral vagy kőzettörmelékkel, az egy nagyon jó marsanológia, ott láttuk a pici vízfolyásokat, itt ugyanez nagyban. Alul van a jég, egy vastag réteg, egyébként ez például 1-2 méter vastag, aztán rajta van egy újabb porréteg, ugye? Itt is ez található gyakorlatilag.
ott van, ahol a jég, rávitte a port a szél. Tehát ez mind szél munkája, és ahol ez a jégréteg pusztul, mondjuk kilátszik és olvad, mert azért nappal meleg van, meg szárazság is van, ott folyik el, folyik patak formájába, és omlik fölötte az egész. Na, ilyenfajta alakzatok bőséggel vannak a Marson, csak ott nem kifejezetten olvadás miatti eltávozó H2-ról van szó, hanem valószínűleg szublimáció miatt távozhat el a H2-ó. És akkor még néhány vicces kép a végére, ugye, ha valahol a sivatagban egy nagyon kellemetlen helyen, ugye be van zárva egy csomó ember, és dolgoznak mondjuk, akkor mi az egyik legjobb szabadidős időtöltés? Hát az evés. Ugye az evés az nagyon fontos. Itt van, amikor az a nagy magyar expedíció, ha csak magyar tagból álló expedíció volt, itt a Mónika hoz valamilyen, hát valamit, amit ott sütött. Itt a következő legénységet üdvözöljük. 24, azóta már szerintem azt hiszem 100-nál tartanak, mert nagyon sok. Vagy ez is egy vicc, amikor ugye ez az amerikai Utah államban lévő MDRS bázisról készült, vagy annak a környékéről készült kép, amikor ugye autóval be lehet menni, hogyha valamilyen ok van rá a városba, a faluba, bár ugye nem illik, mert ez megtöri a szimulációt, de hát mit tudom, mi történt. Ja, itt az történt, hogy zárlatos lett a vezeték, és biztonság kedvéért ki el kellett hagyni a bázist egy napra. Hogy nehogy valahol, mit tudom én, ilyen, hogy mondják azt, amikor a vezeték izzani kezd a falba, és aztán felgyullad, hogy az legyen. Úgyhogy és erre kihasználták egyesek, hogy akkor feladják a leveleket. Ja, meg itt van ez a kép, viccből beraktam, ez is egy régi ilyen háttérkép, ez is ott készült. És hát akkor egy nagyon-nagyon rövid összefoglalás, ugye nem egy kifejezetten tudományos célú volt ez a mai előadás, de hogy igazából amit azért le lehet szűrni, hogy nagyon sok érdekes kutatási téma van, ami segít egy picit jobban megérteni, hogy a Mars hogyan működik, a felszíne. A műszerek tesztelése kifejezetten hasznos, sokkal jobb lesz a működésük, tehát igazából úgy kell elképzelni egyébként ilyen műszertesztelést, hogy nem az, hogy működik, hanem általában semmi nem működik. Tehát ez a leggyakoribb, semmi nem működik, és legalább így derül ki, hogy nem működik, meg hogy mit kell másként csinálni, beállítani, stb., mint hogy a Marson. A jövőbeli emberes expedíció pedig ugye az egyik legkritizálhatóbb része ennek az egésznek, hogy ez mennyire releváns, vagy nem, ezzel lehet vitatkozni. Én úgy látom, hogy ezek főként ilyen, mint ahogy mondtam, főleg ilyen civil kezdeményezések, de azért állami pénzek is benne vannak, tehát ha valahol megy, például itt a sarkvidéken, a Devon-szigeten ez a szimuláció, akkor bizony a NASA is úgymond bekéreckedik, meg pályázik ő is, hogy részt vegyen, stb. És ő is hoz bele pénzt. Hogy ez mennyire viszi előre az egész dolgot a emberes marsutazás fel, azt nem tudni. Amikor erről beszélgettünk, az volt az egyik ilyen jópofa érv, hogy hát igen, de hogyha tulajdonképpen nincsenek olyanok, akik úgymond életben tartják a tüzet, vagy valami, akkor tulajdonképpen csak annak nőne az esélye, hogy nem fog oda ugye az ember eljutni. Viszont az ilyen fajta aktivitások, azok mondjuk a fiataloknak nagyon tetszenek, és őket esetleg inspirálhatják arra, hogy tényleg milyen jó dolog lenne, hogyha egy kicsit megerőltetnénk magunkat, és mondjuk elmennénk egyszer a Marsra. De ez egy nagyon távoli dolog, majd egyszer meglátjuk remélhetőleg még a mi életünkben, hogy talán ez tényleg így alakul, vagy sem. Na jó, én ennyit akartam elmondani, köszönöm a figyelmet. Ez volt az utolsó.